nagyon fontos tényezők a rájátszásban, és lehet is látni, hogy a BA csapata nagyon jól használja ki az ember előnyét, úgyhogy ez ma fontos lesz a fiataloknak, hogy ne kerüljenek sokat ember hátrányba. Mokshantsev nézi, kinek passzolhatna, bekapcsolja a kék vonalat. Mingazov vissza Mokshantsevhez, középen Zohovs, a jobb oldalon pedig Cizász. Racsinszki, Mingazov, nagy lövés, gól! Azt a mindenit, micsoda gól! Nagyon jó volt most a korongjáratása hazaiak légiós sorától, és hát a szokásos Mingazov bomba érkezett. Ugye tőle ezt már megszokhattuk. Cizász vissza Mokshantsev felé inkább, mint Mokshantsevhez, de aztán végül sikerül a Fehának birtokba vennie. Nagyon szép játék volt most a hazaiak első sorától. És egy nagy lehetőség. Figyelni kell közben a kipattanóra, és nem sikerül felszabadítani. Nem tudta egy pillanatra a hazai védelem, hogy hol a korong, és erre a vendégek csapnak le. Flipperezett ide-oda a pak. Előérkezett a lecsorgó korongra, amit egyszerűen az üres kapuba kellett juttatnia. Mingazov. Hulló falevél. Karát. Nem számított szerintem arra, hogy ki fogja dobni neki Kornaker. Igen, talán inkább arra vártak, hogy Kornaker ezt már megfogja. Korongszerzés, lövőhelyzet, gól! Zohovs! Igen! Én azt gondolom, hogy az a mozzanat ott egy picit megborította a rendszert a vendégcsapatnál, és onnantól az események után mentek, és végül aztán becsorog a kapuba a korong. Igen, de tudod, kettős ember előnyt csinálni azzal, hogy meghallok egy ilyet, az egy súlyos ítélet egy negyed döntőben, egy 2-0-ás párharcnál. És mondom, nem ezt a konkrét dolgot minősítem, hiszen nem tudom, hogy mit mondott Mokshantsev, csak általánosságban. És ott a gól is megkapja a kettős ember előnyt a BJA, és él vele. Nagyon gyorsan ki tudták használni, jó volt a korongjáratása vendégektől, és Garát maradt üresen középen, Elo pedig nagyon szépen vette észre, becsúsztatta a kapuba, hát igen, 5-3-ban most felpörögtek egy kicsit az események, egyre több a helyzet, játék megszakítás nélkül. Igen, és mivel néha nehezen tudnak cserélni a csapatok, benben maradnak fáradt játékosok, akik már nem olyan gyorsan, nem abban az ütemben érnek oda, és akkor ott nyílik egy kis tér, nyílik egy kis idő. Figyelnie kell Horvátnak. Szabad korong a harmad közepén, és a beleérés után ott a gól. Előbb csap le a BJA a szabad korongra, és a kapu irányába tett korongba. Úgy érnek bele, hogy védhetetlenül zúdul a kapuba. Schleckmann nagyon üresen maradt a kapu előtt, Szabó Bence pedig nagyon jól vette ezt észre, és okosan pont az ütőjére lőtte a korongot. Schleckmann pedig nagyon szépen szúrt bele pont Horváth Dominik előtt, aki pedig ennél a helyzetnél már tehetetlen volt. De talán hallják önök is, hogy zúg a vastaps itt Fehérváron az ifja Bocskai Gábor jégcsarnok lelátóin, hiszen a FEA 19 fiatal csapata óriásit küzdött ma is, és a negyeddöntő harmadik mérkőzésén másodjára készleti hosszabbításra a BJA-t.